mai témánk társalgási szinten beszélni angolul. Nagyon sokan mondják ezt a mondatot célként, hogy én társalgási szinten akarok beszélni angolul. De valójában mit is jelent az, hogy társalgási szint, és menjünk egy kicsit mélyebbre, mik azok a nyelvi szintek? Maradj velem, mert ebben a videóban végig fogunk menni a nyelvi szinteken, és arról is lesz szó, hogy hogyan tudsz szinteket lépni. Szóval csapjunk bele, olyan sokszor hallani vagy olvasni akár hirdetésekben, hogy társalgási szintű nyelvtudást várnak, vagy hogy valaki társalgási szintű nyelvtudást tűz ki célul. De őszintén, mit is jelent ez? Hát, valaki erre azt mondja, hogy kinek mit. Nem. Hát, abszolút nem pontos, vagy konkrét az ilyen cél, vagy meghatározás, én azt mondanám, mert meglehetősen szubjektív, hogy ki hogyan értelmezi azt a társalgási szintű nyelvtudást. Elég, hogyha épp mondjuk tőmondatokban tudok kommunikálni, vagy mondjuk inkább választékos, spontán formában beszéljek? Ezt értem alatta? Nos, szerintem az ilyen is a hasonló, tágas, vagy homályosan megfogalmazott célokat, leírásokat inkább messziről kerül el. És helyett érdemes helyre rakni a fejünkben először is, hogy mit is jelentenek az egyes nyelvi szintek. A következő videóban még lesz erről szó pontosan, hogy hogyan tudsz majd hatékonyan nyelvi szinteket lépni, tehát ebbe a videóba először inkább a szinteket mutatnám be, de fontos, hogy letisztázzuk ezt, és utána tudod megérteni, hogy hogyan tudsz lépdelni közöttük. Hivatalosan a közös európai referencia keret, angolul Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, Röviden CEFR magyarul határozta meg az egyes nyelvi szinteket hivatalosan. És ma is ez a kiinduló pont ennek a meghatározására. Természetesen itt is a négy fő nyelvi készséget veszik figyelembe, azaz a beszédet, az olvasást, az írást és a hallgatást. Különben ez a rendszer elsősorban a mérhetőség véget lett kidolgozva, viszont azért nagyon sokszor két fő problémát látok a nyelvtanulóknál ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy sokszor dobálóznak ezekkel a rövidítésekkel, hogy hát én a szinten vagyok, vagy a szinten. Én már b szinten vagyok, de azt látom, hogy sokszor nem igazán tudják, hogy akkor ez pontosan mit is jelent. De ami igazán nagy gond, hogy valóban nem könnyű magunknak ezt a nyelvi szintet belőni. Ezért szerintem nagyon fontos, hogyha már visszajelzést akarunk a szintünkről kérni, akkor kérjük meg azt a hozzáértő szemét, akinek ez a terület, ez a, ez a foglalkozása. Tehát ne saját magunknak határozzuk meg a nyelvi szintjeinket. Van, aki ugyanis magát sokkal inkább alul lövi be szintügyileg, de olyan is van, hogy valaki jóval többet ítél meg magáról, mint ami lásd, önéletrajzokban a nyelvi szintek megadása, ugye? Erről szerintem hr tudnának mesélni. Tehát mindenképpen kérj egy kompetens visszajelzést a szintedről, hogyha szeretnéd tudni, hogy hol is jársz. Nálunk is az egyéni órák, a kis csoportos órák ezzel indulnak, ahol felmérjük a beszéd szinten a tudásodat, mert általában pont ezzel állnak hadilában, és olyan is van, hogy valakinek az egyes készsége sokkal erősebb, mint mondjuk a másik. Nos, én nem vagyok pontosan ezért híve az ilyen netes, nyelvi, karikázgatós, szintfelmérő teszteknek. A tudásod és főleg a készségeid bizonyos részeiről tudnak adni releváns visszajelzést, például a szókincsedről, a nyelvtanodról, esetleg az olvasásról, de gond ezekkel, hogy totál nem a teljes képről adnak visszajelzést. Például nagyon sokban a hallott szövegértésedet abszolút nem is mérik. Van, amelyik igen, de nagyon sok nem. A beszédről aztán már ne is beszéljünk. Hát ezek, ezek nem tudják felmérni a beszéd készségedet, ami éppen a két legérzékenyebb pont a legtöbb magyar nyelvtanulónál, ugye, a beszéd és a hallott szövegértés. Na most lehet, hogy a te nyelvtani szókincsbeli esetleg olvasási készségeidet jól felméri, még az írást is, de a többivel mi lesz? És ez a második fő probléma. Nagyon sokszor van olyan eset, hogy valakinek például, amit én tapasztalatból látok, hogy mondjuk az írás és az olvasás készsége sokkal erősebb, a passzív szókincse sokkal nagyobb, és akár egy szinttel magasabbat üt meg, mint mondjuk a hallott szövegértés és a beszédkészségnek a szintje. Tehát nem kiegyenlítettek ezek. Ennek nyilván oka van, mert nem is dolgozunk rajta párhuzamosan, pedig kellene. Na most akár egy teljes szint-különbség is előfordulhat ezek között. És nyilván olyan esetekben, amikor nem figyelsz arra, hogy az asztalod, és ez egy metafora lenne, a négy lábát egyszerre építsd, tehát ugye képzelj el egy négy lábú asztalt, beszéd, írás, olvasás, hallgatás, ez nagyon fontos, hogy mind a négyet párhuzamosan fejleszd, és akkor nem lesz probléma, nem fog előfordulni, hogy nagy különbségek lesznek. Különben pontosan ezért szeretem amúgy a Cambridge-nek a rendszerét, ahol ezeket a szinteket mindig külön értékelik, és külön mérik. A két tanúság tehát az, hogy kér időközönként visszajelzést a szintedről, kompetens személyektől, akik a beszédedet is mérik, és az összes többi nyelvi készséget is egyaránt. És tudd, hogy az egyes készségeket illetően más-más szinteken is lehetsz. Hogyha nem kellő mértékben figyeltél arra, hogy ezeket párhuzamosan fejleszd. És akkor most térjünk rá még egyszer a nyelvi szintekre. Azért jó tudni ezeknek az alapjait. Ugye a közös európai referencia keret, amit említettem, a nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, röviden ker, kevésbé elterjedt, de szabatosabb nevén, ugye közös európai nyelvi referencia keretként ismeretes, ugye, ahol mondtam az angol nevét is az előbb és az Európai Tanács által 89 és 96 között kidolgozták az útmutatójukat a nyelvtudás szintjének Európa szerte egységes meghatározására. Milyen nyelvi szinteket különböztet meg ez a közös alap? Hát ugye vannak az A betűs szintek, amikor sima A betűről beszélünk, ez az alapszintű nyelvhasználóra vonatkozik, ez az basic user. Ebből van kettő szint. Az A1-es szint, az a minimum szint, breakthrough-nak is hívják angolul, és van a kettes szint, az A2-es, ami az alapszint, wastage, lesz majd ezekről szó mindjárt bővebben. Amikor B betűvel kezdődik a nyelvi szint, akkor azt hívjuk önálló nyelvhasználónak, az independent usernek. Ebből van a B1-es szint, ezt hívjuk küszöbb szintnek, threshold angolul, és van a B2-es vagy középszint, amit vantage hívunk. És végül van a C szint, amiből szintén kettő lesz, ezt hívjuk mesterfokú nyelvhasználónak, vagy proficient usernek, ebből van az egyes C C1 C1-es szint, amit haladónak, effective operational proficiency-nek hívja az angol, és van a C 2 es ezt kívánom mindenkinek, akinek ez fontos, hogy jusson el ide, ez a mesterfok, más néven mastery. De akkor mit jelentenek ezek? Jó, és ma egy picit ezeket fogom leírni az eredeti bekategorizálás szerint, és a következő videóban pedig majd egy metaforát fogok neked hozni, amivel még jobban meg fogod ezeket érteni. Az A1-es szint azt jelenti, hogy valaki képes egyszerű kapcsolat teremtésre, hogyha a másik személy hajlandó a mondani valóját kisé lassabban, vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíteni a mondani való megformálását egy ilyen nyelvtanuló fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan nagyon alap kérdéseket, amelyeket a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére használunk. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni például a lakóhelyét, az ismerőseit, tehát ilyen nagyon alap témákba tud kommunikálni. a 2 szinten egy feje, még mindig alap nyelvhasználóról beszélünk, az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt a mindennapi tevékenységekről, vagy a témákról. Tehát mindennapi tevékenységekről, ez kulcsfontosságú. A nagyon rövid információ cserére még akkor is képes, ha egyébként amúgy nem ért meg eleget ahhoz, hogy nem tudom, a társalgásban folyamatosan részt vegye egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról, más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy eltérő szakmai tevékenységeiről. Tehát itt is a kulcs még az egyszerűség. Az önálló nyelvhasználói szint a B1-es szintől kezd kialakulni, és B1-es szinten a tanulónk már elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról. Család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események az ilyen jellegű társalgásokban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről, céljairól, és röviden meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. Amikor valaki eljut a B2-es szintre, és valójában én azt gondolom, hogy a társalgási szint az alapvetően a B1-es szinttől indul el igazán, de hogyha valakinek fontos ez a folyékonyság is emelni, akkor az a B2-es szint, ez a középfok ahol az anyanyelvi beszélővel már képes természetesen, könnyeden és közvetlen kapcsolatteremtésre, még akkor is, ha vannak benne nehézségek, és, és hibák is, ez is teljesen rendben van aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban egy, egy, középszintű társalgási tudással rendelkező nyelvtanuló. Úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét, világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos az érdeklődési körébe tartozó témában és ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Tehát itt azért már ez az argumentáció is bejön, és sokkal inkább az összetételek megjelennek. A most az izgalom, az izgalmasság, a valódi színes nyelvhasználat az a C1-es szintől kezdődik, amikor már folyamatosan és gördülékenyen fejezzük ki magunkat, és ritkán keressük a szavakat és a kifejezéseket. Itt is előfordulhat ez, de feltaláljuk, és könnyedén, hatékonyan tudjuk használni a különböző társadalmi, szakmai témákkal kapcsolatban is a nyelvet. Egy c 1 azaz felsőfokú tudásra rendelkező diák a gondolatait, véleményeit pontosan ki tudja fejezni és fejteni, és hozzászólásait a beszélő társaikéhoz tudja kapcsolni, tehát tud reflektálni. Világosan, részletesen tud leírni bonyolultabb dolgokat is, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondani pedig képes magát tényleg könnyedén kifejezni. Azért az az érdekes, hogy van ettől feljebb is, és egy pár nyelvvizsgarendszerben C2-es nyelvvizsgát is lehet szerezni, ha valaki nyelvvizsgában gondolkozik, és az nagyon fontos, hogy ezek a szintek, ezek nem csak nyelvvizsgára vonatkoznak, hanem úgy amblok a nyelvtudásunkra. A C2-es szint, a mastery szint, a mesterszint, gyönyörű dolog ide eljutni, már egy olyan, egy olyan tudás, én azt szoktam mondani, hogy itt már nem veszed észre, hogy magyarul vagy angolul beszélsz. Tehát valójában tényleg itt van a valódi könnyedség, hogy bármilyen társalgásban, vitában nagyon nagy magabiztossággal részt tudsz venni, és sajátos kifejezéseket, különböző nyelvi fordulatokat tudsz használni. Gördülékenyen, szabatosan, árnyaltan tudsz finoman fogalmazni, és ügyesen beszélsz. Hogyha mégis elakadt, akkor úgy kezdi újra és fogalmazza újra a mondandóját az ilyen nyelvtanuló, hogy ez szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki az ilyen tanuló, és az előadását logikusan szerkeszti meg. Tehát segíti a hallgatót abban, hogy lényeges pontokat ki tudjon ragadni, meg tudjon jegyezni. Ahogy mondtam, nekem is van egy saját rendszerem a nyelvi szintek leírására, egy, egy metaforikus rendszer, ezt majd meg fogom a következő videóban mutatni. És ezt azért szeretem nagyon, mert ezzel a modellel képileg is láthatod, hogy kb. hol tartasz és hol van a nyelvtudásod. De szerintem nagyon fontos, hogy ezt a rendszert is ismerjük, mert egységesen ezt használják valójában szinte világszerte. És ami nagyon fontos, hogy, hogy kerülj tisztába azzal, hogy időről időre te hol jársz, ahogy mondtam a videó elején is, és mindig tudd a, hogyan tovább, tudd, hogy merre haladsz. Mert hogyha nem tudom, hogy hol járok, akkor nem tudok onnan kikeveredni, nem tudok feljebb menni, kiebb menni, balra menni, jobbra menni. Pontosan ezért a hogyanról és a nyelvi szintek átlépéséről a következő videóban lesz szó, ahogy ígértem. És addig is hallgassd újra ezt a videót, meg is próbáld e szerint, a rendszer szerint beazonosítani, hogy szerinted, ha nagy egységet nézzük a nyelvi tudásodban, te hol jársz most? Hogyha pedig nem tudod, akkor, hogy mondtam, kérj erről egy kompetens visszajelzést.